Hat tűzoltó ült ebben az autóban, akik a megkülönböztető jelzéseket használva Lovasberény felől Vereb irányába igyekeztek, tűzesethez riasztották őket. A jármű azonban ebben a kanyarban sodródni kezdett, majd a jobboldali árokba borult, a fecskendő ezután lángra kapott. A tűzoltóautó hátsó ülésén utazóknak nem esett komoly baja, az előülők azonban súlyos sérüléseket szenvedtek. Három súlyos sérültűzoltónk van, egy könnyebben sérültűzoltónk van, és ketten nem sérültek meg a balesetben. A baleset körülményeiről lehet-e már valamit tudni? A rendőrség vizsgálja a körülményeket, hogyha valamit kiderítettek, akkor természetesen tájékoztatjuk a kedves nézőket. A gépjárművezető állapota a legsúlyosabb, mellkas sérüléseket szenvedett. Őt helikopter, társait mentőautó szállított a kórházba. A sérülteket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató és a város polgármestere is meglátogatta. A baleset körülményeiről egyelőre nem beszélt Bakondi György, azt azonban elmondta, hogy a tűzoltók állapota stabil, de a gépkocsi vezetőt altatásban tartják az orvosok. Három olyan sérült van, akinek bent kell maradni, egyik közülük intenzív osztályon fekszik. Az ő állapota a legsúlyosabb, sorozatbordatörés és egyéb komplikációk vannak, altatásba tartják lélegeztetőn, de stabil az állapota. A város tűzoltói nap mint nap kockáztatják az életüket a székesfehérváriakért, most azonban ők szorulnak segítségre, mondta a sérültek meglátogatása után a város polgármestere. Cserpalkovics András a betegeket és családjukat arról biztosította, hogy ebben a kórházban jó kezekben vannak az egyenruhások. A betegeket, az ellátottakat nem kell máshol ellátásra helyszíntként szállítani. Azt gondolom, ez is megnyugtató, hiszen itt a Szent György Kórházban biztosak vagyunk benne, hogy mind a szakápolók, mind az orvosok az orvos támogatással együtt, működéssel együtt mindent meg fognak tenni értük, és azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy jó kezekben vannak. A 811-es főúton a műszaki mentés és a helyszínelés idején teljes volt az útzár. A baleset körülményeit a székesfehérvári rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja.